Köszöntöm a Trió TV nézőit! A Büki híreket látják műsorunk tartalmából. A Dobogon kezdi a tavaszi szezont a Büki TK női kézilabda csapata. Alsós farsang Bükön, egyéni és csoportos jelmezekkel. Pénteken kaptak szalagot a Büki végzős pincérek és szakácsok. A 111 éves Büki iparos körbe hálózott szombaton Soltész Rezsővel. Koncert és táncház az Ökrös Együttessel. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! Már januárban megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra a Büki TK női kézilabda csapata. A jövő hétvégén kezdődik a bajnokság. A tabellán a Bük előtt álló Győr lesz az első ellenfél. Február első hétvégéjén rendezett felkészülési tornát a Büki együttes NB1B-s csapatok ellen léptek pályára szombat délután a Büki TK női kézilabdázói. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó tornát sikerült összehozni. A múlt hétvégén is, illetve az előtte való hétvégén is tényleg szuperül szolgálta a felkészülésünket. Ez a közvetlen múlt heti tornán sikerült két magasabb osztályú NB1B-s csapatot meghívnunk a tornára, amivel szerettük volna lemérni azt, hogy nagyjából hol is tartunk igazán, hova tudjuk majd taksálni magunkat majd a bajnokságba, illetve hát mennyire tudjuk az NB1B szintjét is megütni. Én úgy gondolom, hogy nagyon pozitív volt a torna. Mondhatom azt, hogy az első két mérkőzést ugye egymás után játszottuk, kétszer 25 perces játékidővel, tehát 100 percet lejátszva két NB1B-s csapat ellen nagyon, nagyon tisztességesen helytáltunk, sőt az első mérkőzésen ott nyerni is tudtunk, a második mérkőzésen egy picivel alul maradtunk, de az összképet nézve én úgy gondolom, hogy mind a két mérkőzésen elmondhatom, hogy fizikailag jó úton járunk, mert szerintem mind a két magasabb osztályú csapatot túlnőttük. Taktikailag még azért van hova fejlődnünk, technikai dolgokkal is én úgy gondolom, hogy a felkészülésből, tehát az elmúlt héten kezdtünk el csak dolgozni, és még ott szintén van még két hetünk arra, hogy ezeket csiszoljuk, illetve a taktikai elemeket is jobban begyakoroljuk, de azt tudom mondani, hogy nagyon, én úgy érzem, hogy nagyon jó úton járunk, és remélem a jövő hét végi bajnoki rajtra azt tudom majd mondani, hogy mindent feladatot elvégeztünk, amit kellett. A téli pihenő alatt nem változott a csapat kerete. Nem érkezett és nem távozott senki. Csak kisebb sérülések akadályozzák a felkészülést. A két tornán sajnos a két héttel ezelőtt is, itt az elmúlt héten is egy-egy sérültünk azért lett, sajnos bokasérülést szenvedtek, nem annyira súlyos, hogy ez a befolyásolja majd a bajnoki rajtunkat, addigra már remélhetőleg mind a kettő 100%-os lesz. Egyébként a keret az úgy egész, ahogy elkezdtük a nyáron, illetve ahogy befejeztük a bajnokságot. Fél szezon után a harmadik helyen áll a tabellán a Büki együttes. A Győr és az SKKA, a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia egy-egy utánpótlás csapata áll előttük. Reményeim szerint ezt a dobogót mindenképpen meg fogjuk tudni tartani. Én abban reménykedem, hogy azért pici szerencsével akár még a bronzról előre tudnánk lépni, akár egy ezüstre. Aztán, hogy onnan a körbeverésekből, illetve az ellenfelektől is függ az, hogy a végjátékban, hogy mi fog ebből kisülni, de mindenképpen arra azt szeretném, hogy a dobogó legyen a végén. Hogy ez melyik foka lesz, azt gondolom majd 11 mérkőzés múlva meg tudom mondani. Jövő héten, tehát február 16-án kezdjük a bajnokságot az Etónak a harmadik csapatával, mindjárt egy rangadóval fog indulni, ők vannak közvetlen előttünk egy ponttal. Hát szeretnék visszavágni az őszi fiaskóért, amit sajnos elszenvedtünk, ugye ott a kezdés sajátossága miatt a Magyar Kupa mérkőzésből érkeztünk, két napra rá volt a bajnoki hétköznap, és nem tudtuk megismételni azt,
azt a bravúrt, amit a Magyar Kupa mérkőzésen megcsináltunk. Én most szeretnék visszavágni az őszi fiaskóért, és remélem, hogy ősztesen fogjuk elhagyni a parkettet. A tavaszi szezon első mérkőzését hazai pályán február 16-án, szombaton délután 4 órakor játssza a Győr ellen a büki csapat. A második fordulóban a jelenleg listavezető SKK-hoz Szombathelyre látogat a Bükk február 24-én vasárnap 11 órakor. Boszorkányok, űrhajósok, szuperhősök és incsiklandozó ételek lepték el a büki sportcsarnokot február 1-én. A Felső Büki Nagypál Általános Iskola idén is a tornacsarnokban rendezte alsósainak a farsangi mulatságot. Vidám zenére vonultak fel osztályonként a maskarás gyermekek, akiket a szigorú, de jószívű zsűri értékelt. Ahogy korábban is, idén is a háromtagú bíráló bizottság döntött. A főszakácsok főszakácsa Feri bácsi, a könyvtárosok főkönyvtárosa Bea néni, és a szülők közösségének elnöke Orsi néni. Az osztályok tanítójuk vezetésével néhány kör megtétele után sorba álltak, majd mindenki egyesével a mikrofonhoz lépett és bemutatkozott. A bátrabbak aranyos versikékkel is illusztrálták jelmezüket. Falevélből van a ruhám, gyerekkel dű az én hazám. Korán reggel fölkelek, ágról ágra szökkenek. Lehet ősztél, tavasz vagy nyár, reám mindig sok feladat vár. Én őrzöm az erdő csendjét, s az állatok napi rendjét. Hullhat hó vagy eshet eső, elrejtőzni sosem késő. Ha erdőben jársz, megtalálsz ott, ahol a madár se jár. A legidősebbek közül a negyedik osztályból akadtak többen is, akik csoportba verődve vicces, ötletes vagy táncos produkcióval álltak a zsűri elé. Így lehettek a negyedik B osztályban külön díjasok a motoros fiúk, kik versenypályává alakították a színpadot. Második helyzet egy komikus óvodai jelenet lett, a nyertesnek járó ajándékot pedig a táncoló lábak vehették át a csoportos produkciók közül. A zsűrinek nehéz dolga volt, sokáig gondolkodtak, tanakodtak, hogy kiket választanak, végül az egyediség volt a nyerő, az olyan jelmezek, amelyek eddig még nem tűntek fel. Az első és második osztályosoknál több külön díjat is kiosztottak, mert rengeteg ötletes jelmez vonult fel a porondon. Díjazott lett a jelzőlámpa, a viking, Kornél az űrhajós, a gombolyag a kötőtűvel, a pénzes zsák, Husi a hentes, a hasább burgonya, a hirdető oszlop, a reggeli, és még sokan mások, kik a zsűrinek megtetsző ötletes jelmezben vonultak fel. Mulatság, februárban farsang vár, búcsúztatjuk a telet, várjuk már a meleget. Készülnek a jelmezek, állarcot is felveszek, talált ki lehetek, titokban én nevetek. Fújjuk a tudát, hallja az egész világ, űzzük el a telet, várjuk már a meleget. Fújjuk a tudát, hallja az egész világ, űzzük el a telet, várjuk már a meleget. Maskara és paróka, erről szól a mulatság, vidámság és móka vár. Készülnek a jelmezek, állarcot is felveszek, talált ki lehetek, titokban én nevetek. Fújjuk a tudát,
hallja az egész világ. Üzzük el a telet, várjuk már a meleget. Fújjuk a tudát, hallja az egész világ. Üzzük el a telet, várjuk már a meleget. A Büki alsós farsangról készült teljes felvételt jövő héten pénteken láthatják itt, a Trio TV műsorán, vagy keressék Facebookon, YouTube csatornánkon. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is egy osztály végez a Büki szakiskolában. Pincér és szakástanuló végzős diákok kapták meg a szalagot február 1-én pénteken. Az ünnepélyes bevonulás és a himnusz hagyományos eléneklése után Hárominé Orbán Erika igazgatóhelyettes köszöntötte az egybegyűlteket. Majd Hevér Mihályné, a Tinóri Sebestyén Gimnázium és idegenforgalmi vendéglátói szakképző iskola igazgatója mondta el ünnepi gondolatait. Beszédében kitért a sárvári és büki intézmények kapcsolatában történt változásokra, végül kedves szavakkal, hasznos útravalóval látta el a végzősöket. A szülőknek is gratulálok, hiszen gyermekeik felnevelése lassan befejeződik. Látszik, hogy hamarosan már a felnőtt élet küszöbének jó szakmával a kezükben indulhatnak útra. Eddig is sokat tettek értük, és biztos, hogy örömük volt gyermekeiben. Én azt kívánom, hogy kezdhessék úgy a pályájukat, hogy boldogok legyenek. A szülőnek az a legfontosabb, hogyha a gyermeke boldog. Azt kívánom, hogy az iskola befejeztével a következő lépés mindenképpen olyan területen legyen, ahol sikerélmény, öröm, boldogság és jó családi élet is társul a munkahelyi megbecsülés mellé. Jó szakmát kapnak a kezükbe, aki megbecsüli magát, jó munkahelyet találhat, és utána már csak rajta múlik, hogy hogyan teljesít. Én azt tapasztalom, hogy itt a Büki vendéglátó szakképzőiskolában megkapják azokat a szükséges útravalókat, a hátizsákjukba, a kollégák mindent beletesznek, hogy utána már ők azt hogyan használják és mit vesznek ki belőle, ez már rajtuk múlik. A felszólalók sorát Rodler Gábor intézményegységvezető követte. Beszédében a szalagavató hagyományát, kialakulásának történetét mesélte el, majd jó kívánságaival zárta megemlékezését. Mielőtt még elbíznátok magatokat, van még hátra némi feladat. Először a megszokott iskolai keretben itt lesznek az áróvizsgák. Bizony, fogtok még izzadni kicsit ezekben a jól szabott öltönyökben, kis kosztümökben. Én azonban nem féltelek benneteket. Ezzel ott a közös rövid időn alatt azt láttam, hogy van bennetek erő. A vendéglátás különös kitartást igényel. Aki nem bírja, hamar kikopik belőle. Beszélgetve veletek néha az órán, vagy a szünetekben, azt látom, kezdtek beleizmosodni ebbe a kemény közegbe. Mert többen látjátok azt, hogy semmit nem adnak ingyen, meg kell dolgozni mindenért. Szerencsére itt Bükön, és a megyében kimondottan jó perspektíva a tárgó elétek. Már nem kell kimenni feltétlenül a sorgorokhoz sem, jó megélhetést biztosítsatok magatoknak és családotoknak. Verseny van a munkaerőpiacon, és ez a számotokra jó. De azt is látni kell, hogy olyan szakmát választottatok, ahol nem lehet alibizni. Elkészül az étek, és pár perc múlva már véleményt is mond a vendég az asztalnál. Bizony, mi magyarok szeretjük a hasunkat, és egy rendezvény sikere nem azon múlik, mennyire jó volt az előadó, hanem hogy finomat főzött-e a szakács, illedelmes, kedves volt-e a pincér. Néhányatok számára remélem folytatódik a tanulás, esetleg érettségi vizsgát tesztek, nyelvvizsgát szereztek. Talán még a felsőoktatásban is kipróbálják néhány magukat, esetleg azt is megérjük, hogy kollégaként, szakoktatóként dolgozunk együtt, amire egyébként számos példa van. A végzős osztály nevében Németh Luca szakács tanuló búcsúzott. A közös élményekről, nehézségekről, vidám pillanatokról emlékezett, megköszönve osztályfőnökük kitartó munkáját, s szüleik és tanáraik odaadó segítségét az évek során. Egy kis részletet belőlünk, elviszünk egy életen át, mert valamit sosem felejtünk el. Hangosak és zűrösek vagyunk, egy szóval, tinédzserek. Nem sűrűn köszöntük meg, de belül tudjuk mindannyian, maguk nélkül nem ment volna. Mindent köszönünk, és őszintén remélem, hogy egyszer majd mi is viszonozni tudjuk. Anyukák és apukák, szülők, nagyszülők, végignézték, hogy elkezdünk járni, beszélni és élni. Cseperedtünk,
elkezdett kialakulni a személyiségünk, a szokásaink, az ízlésünk. Vagy szépen lassan kezdtünk bontogatni a szárnyainkat. A kamaszkorunkat nem tudom kiviselni nehezebben. Mi vagy a szüleink. De most itt állunk, életre készen, hogy világot lássunk. Lázadunk, mert úgy gondoljuk, miénk a világ. Későn érünk haza, és sokszor felelőtlenek vagyunk. De ti vagytok nekünk a világ. Én álltam ide ki, de mindegyik minden évben beszélek. Köszönöm anyu és apu, hogy hazavársz egy nehéz nap után, és aggódva nézed, hogy felnőlök. Mert felfogok, de attól még mindig a te kisgyereked maradok. A köszöntőket követően a diákok feltűzték tanáraiknek a szalagot, majd ők is megkapták a végzősök igazi jelképét. A hivatalos ünnepséget követően kezdődött az osztály által készített műsor. Az elmúlt szombaton rendezte meg a 111 éves Büki Iparoskör a hagyományos farsangi bálját. A rendezvényen közel 180 vendég vett részt. Az est szár vendége Soltész Rezső volt. A bálba érkezőket több asztalnyi tombola tárgy fogadta. A bál megnyitóján Németh Sándor elnök elmondta, hogy az elmúlt éveket meghaladó a bál résztvevőinek a száma, de ez vonatkozik a kisorsolandó tombolákra is. Az iparosok már tartottak egy bált az idősebb korosztálynak a vadásztanya étteremben. Majd dr. Németh Sándor polgármester üdvözölte a bál vendégeit. A szombathelyi Ungareszka táncegyüttes remek táncokkal nyitotta meg a rendezvényt, majd a Zene Zoli együttes hívta táncra a párokat. 111 éve jött létre az Iparoskör, az idén ünnepeljük a 111-es évfordulót, és annak idején ez még 1907-ben, amikor elkezdődött az egész szervezés, akkor beadták az akkori cégbírósághoz, hát akkor még nem annak hívták, de cégbírósághoz beadták az engedélyezési kérelmet, csak 908-ba járultak hozzá, és 908-ba lett az Iparoskör bejegyezve. És ez egészen ment, egészen 47-ig. 47-be felszámolták, tehát megszüntették az Iparoskört, és az iparosokat áttették a csepregi kioszba. És a kioszba kellett menni nekik, és akkor ugye olyan sokan voltak, hogy Bükön is alakította kiosz egy részleget, és akkor a büki iparosok átjöttek a büki részlegbe. Na és utána abból kiváltak az iparosok, és bementek a művháznak, az akkor megalakult művháznak egy civil szervezeteként, vagy hát egy köreként bementek oda, és egy jó darabig úgy működtek az iparosok, utána önállóak lettek, körülbelül 25 évig, és utána újból visszamentünk most már 3 vagy 4 éve a műfáznak a kezelésébe, úgyhogy ott annak vagyunk egy köre a műfáznak. Az elnök elmondta, hogy a Büki Iparoskör 111 éve címmel egy könyvet szeretnének megjelentetni az idei évben. A könyv írója már elkezdte a munkát, riportokat készít az idősebb tagokkal. A város rendezvényein, civil megmozdulásain mindig találkozhatunk az Iparoskör tagjaival. Az a szerencse viszont, hogy sok a nyugdíjas közöttünk, és akkor minden rendezvényen részt tudunk venni. De ez vonatkozik a disznóölésre is, a műfháznak minden rendezvényére, meg annak idején még a Horváth Lajos polgármester idejébe kötöttünk egy együttműködési szerződést, vagy működtetési szerződést a kocáházra, tehát ott hivatalból veszünk részt mindig, mert ott szervezzük a dolgokat, tehát ott az igazából a szervezés az, amilyenk az iparos köré. Úgyhogy ilyen szempontból részt tudunk venni mindenhol. Ugye olyan sokan vagyunk, hogyha valaki nem ér rá, vagy lebetegszik, akkor is egy 4-5 fős csapatot ilyen lecsófőző versenyen, vagy akárhol ki tudunk állítani. És ez a szerencsénk. A vacsorát követően érkezett az est sztár vendége, Soltész Rezső. A vendégek együtt énekelték az énekessel a 70-es, 80-as évek legnagyobb magyar és olasz slágereit. Természetesen a szó jó hangosan az ének is a repertoárban szerepelt.
Egy 50 esztendős pálya alatt olyan sok mindent kaptam az élettől, olyan sok mindent tanultam ebből a műfajból, a szakmából, amit a számtalan is, magam sem tudom, hogy hány, de biztos, hogy ezer fölött több ezer van már valószínűleg, hányszor álltam a színpadra és különböző helyeken, amit megtanultam, és amiben én nagyon hiszek, és amitől rengeteget kaptam, nem csak a különböző helyzetekben, amikor meg kellett oldjam azt, hogy a közönség megértse, mit is énekelek, hanem maga az a tény, hogy az ember mindig bölcsebbé válik, akár hányszor megy fel a színpad, egy kicsit mindig hozzá kell az a téglához, amiből aztán felépül egy ház, egy házikó, mondhatnám így. De jó volt ez a mai este, és aztán makáról is megyek, sikerül mindig le is kell kopognom. Megtalálom a hangulatot és a kapcsolatot a közönséggel, és ez nekem rendkívül fontos, tehát enélkül nem is biztos, hogy ha ez nem lenne, akkor valószínűleg nem lenni kénekes. Soltész Rezső műsora után kisorsolták a Temérdek tombola tárgyat. Ezt követően a táncparkett is benépesült, és akik bírták, hajnalig rúgták. Soltész Rezsővel készített riportunk hosszabb változatát jövő heti Közéleti magazinunkban láthatják. Február első szombatján ismét koncertre és táncházra várták a népzene kedvelőit a Büki Művelődési Házba. Szombathelyről, Kőszegről, de még Moson-Magyaróváról is érkeztek Bükre a táncházba, amit Gerlec László vezetett. A talpalávalót az Ökrös Együttes és Berec András adta. Bükön régebben nagy hagyománya volt a néptáncnak. Ezeket az időket próbálják visszahozni a településre, hiszen február 2-án nem először válták táncházba a helyieket és a környékbeli táncosokat. A mai világban rengeteg fiatal zenész, zenekar feltört, és próbál utat keresni magának ebben a zenei világban. És én azt látom, hogy a magát azt az életérzést, azt a gyökeret, amiből táplálkozik az egész, nem mindenki érti. Tehát az ő előadásukban, meg ahogyan ők csinálják ezt az egészet, azt érzi az ember, hogy valahonnan ez onnan nem is tudom, hogy nem is talán gyomorból jön, vagy nem tudom, vagy a lélekből. Tehát a technikai tudáson felül van egy plusz tartalom, de ez nyilván azért van, mert ezek a amikor én voltam fiatal, ők is fiatalok voltak, tehát még amíg a fiatalságomban egy csomó adatközlővel találkoztunk, akiktől tanultuk ezeket a zenéket, meg a táncokat is például, hogy élő kapcsolat volt a zenész vagy a táncos adatközlővel. Most nagyon sokszor a fiatalok csak videófelvételről találkoznak azokkal az idős emberekkel, akik ezt az életérzést tudták valahogyan, vagy tudnák valahogy átsugározni. A filmen keresztül nehezebb, mint amikor együtt ülsz fel és beszélgetsz, és megiszed az italát, elszívszel egy cigarettát, vagy megeszed az ételét, és közben beszél. Aztán, amikor este nem tudunk mulatozni, akkor meg úgy táncol és úgy muzsikál, ahogy. Tehát nekünk ez a generáció ezt jelenti, hogy mi még sokat jártunk azokhoz, akik ezt tapasztalták és tapasztalják. Még lehet azért találni, de ez a vastag rétege volt annak, akik ezt csinálták jól. És sok tapasztalatot szerezhettek, mert akkor még sokan éltek a régi adatközlőből. Sokat lehetett táplálkozni akkor. Az Ökrös zenekart 1986 óta érteti, hogy minél hitelesebb képet és igazi élményt nyújtson a koncerteket megélő népzene rajongóknak. Február 2-án nem volt felhőtlen a publikum öröme, hiszen Bükön a zenekar kénytelen volt alapítója Ökrös Csaba nélkül színpadra állni, mivel Csaba kórházba került. Ennek ellenére elsöprő siket aratott a zenekar. Az, hogy milyen zenekar van, és milyen a napközbeni tánc kurzusnak az anyaga, az mindig összefügg. Az Ökrös Együttes nagyon sokat foglalkozott a mezőségnek, mondjuk a Boncidai, Boncida, ugye ismerjük, ott egy nagyon jó nagy falu, Boncidán van a legnagyobb erdélyi kastély, ugye a Bánfi kastély volt. Tehát annak a kultúrkörnek a zenéjével, meg kalózszeggel, és nagyon divatos volt az ő idejükben, ahogyan ők ezt megtanulták, mert nagyon jól megtanulták. És mivel ma egész nap
boncidai táncot tanultunk, ezért kézzelfekvő volt, hogy az esti buliban egy olyan zenekart kell hívni, akik a boncidai zenét úgy tudják, hogy így a kisujjukból kirázzák, és nem csak, hogy a kisujjukba kirezzen, mert a hangokat meg lehet fogni, hanem akik lélekkel meg tudják csinálni azt. A Bükki Művelési Házban a délelőtti kurzuson 60-an voltak, ahol boncidai táncot gyakoroltak. Én azt gondolom, hogy ez mindig az idősebbeken múlik. Tehát ez nem a fiatalokon múlik, hanem a szülőkön, meg a táncpedagógusokon, meg a pedagógusokon. Ez nagyon fontos dolog, hogy a gyereket ne csak focizni küldjük el, meg ne csak dobálni, vagy rugdalni a labdát, amit egyébként nem nézem le a futballt, sőt, nagyon szeretem a futballt, jól is játszottam valamikor, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy rendszerezett legyen, tehát rendszert kapjon abból, ízlést kapjon, ízlésrendszere alakuljon ki, ahhoz képest, amit éppen csinál. És hogyha bármilyen műfajt csinál, akár komoly zenében zongorázik, vagy rockzenében gitározik, vagy akár népzenében hegedül vagy táncol, csak az legyen jó. És én azt gondolom, hogy a fiatalok nagyon sok jó táncpedagógus, meg jó népzenész tanárt találnak, mert sok jó van, és megöregedtek azok, akik régen nagyokat muzsikáltak a bulikban, és jól tanítják most már, itthon is. Én szerintem ez a titka az egésznek, hogy jó oktató, tehetséges gyerekkel együttműködve, és a szülőt nem szabadból kihagyni. Ha a szülő segít, akkor előbb-utóbb lesz belőle valami. Ez nem egy mára hónapra való tudás. Ezt tudni kell. Ezt nem lehet egyik napról a másikra megtanulni. Időt kell rászánni, lehet, hogy 1, 2 vagy 3 év, de megjön a gyümölcse, és a személyiség az emberek megváltozik. Elkezdi tisztelni mondjuk a saját kultúráját, bár ez nem biztos, hogy a saját kultúrája, mert azt mondja, hogy a bükki gyereknek mondjuk miért sajátja a mezőségi magyar emberek a kultúrája, de mégis azok is magyarul beszéltek, meg magyarul gondolkodtak, meg mi is itt vagyunk, tehát ez egy ilyen egységes magyar kultúrkörként kell már gondolni. Természetesen a táncolás mellett beszélgetésekre is remek alkalom a táncház, a legfontosabb pedig a közösség. Tapasztalhatták az érdeklődők szombaton is. Egy jó esti mulatságot nem lehet összehozni anélkül, hogy csak úgy belepittyentünk a levegőbe egyet, hogy na, gyertek ide bulizni, az csak azért nem jön el. Most mindenki meg tud osztani egy sört, vagy elbeszélgetni a barátaival, de az, hogy közben még tanul is valamit, tehát napközben tanul. Este esetleg ugyanabból, amit napközben megtanult, még egy kicsit mulatozni is tud, meg abból, amit korábban tudott, már is megint előkerül, és meg találkozna, és ez nagyon fontos, hogy találkoznak emberek olyanokkal, akikkel nincsen egy héten, vagy egy hónapon, vagy egy éven kezd összezárva, tehát van egy átjárás, emberi kapcsolatok szövődnek, és beszélgetések vannak, és nézeteltérések tisztázása, és gondolatcserék, és ez az értelme annak, hogy közösségbe járunk. Ez az értelme az egésznek, én azt gondolom. Nem az a lényeg, hogy itt mindenki legszuperebb táncos legyen, akinek ez a célja, annak persze segítünk ezen, hogy az legyen, de az nagyon fontos, hogy közösségben legyen. Lesz folytatás, lesz még táncházbükön, amikor együtt tanulhatnak a népzene és néptánc iránt érdeklődő fiatalok, és persze az idősebb korosztály képviselői. Kedves nézőink, a Bükki híreket látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat megnézhetik interneten is, a www.triotvdunantul.hu honlapon, vagy megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen is. Viszontlátásra!